Gyurival a 1973 táján ismerkedtem meg, amikor a Boglári kápolnát bezárták, és rögtön szimpatizáltunk. Nekem nagyon rokonszenves volt ez a fiatal ember. És az első esemény vele kapcsolatban, az Párizsban történt, nagyon nem sokkal utána, egy hónap, másfél hónappal később, a Párizsi Magyar Intézet rendezett egy konferenciát, ahol Boldizsár Iván előadást tartott arról, hogy Magyarországon milyen nagy a művészetek szabadsága. Elég sokan voltak a teremben, a Magyar Intézet akkor még a Invalidusok parkjának a felső sarka mellett volt, tehát nem ott, ahol most. És egy nagy teremben volt elég sok ember, akik hallgatták a Boldizsárnak a beszédét. Ez nem a Márli-beli, ez más. És Boldizsár Iván tehát arról beszélt, hogy Magyarországon végtelen nagy a művészi szabadság, senkit nem üldöznek, senkinek semmi baja nincsen. Erre fel Nagypalival együtt voltunk ott. Mi fölálltunk, azaz, hogy aztán én és Boldizsár Ivántól megkérdeztük, hogy mondja már, hogy illeszthető össze az, hogy ilyen nagy a szabadság, és közben a Balatonboglári kápolnának a kiállításait meg az eseményeit bezárják. Hát ez, és ráadásul nem csak bezárják, hanem még rendőrségi akciót is indítanak ellene. Boldizsár próbált rögtön, nagyon ügyes, firkált ember volt ő, rögtön megpróbált alányulni óvatosan az egésznek, de közben a teremből egy éles női hang: micsoda disznóság ez, ilyet kérdezni, azok mind fasiszták, huligánok, azokat kellett kitenni. Kis Csűrös Klárának hívták ezt a hölgyet, és a Magyar Intézetnek, ő volt akkor a Párizsi Magyar Intézetnek a kultúratasséja. És hát ő nagyon keményen, hogy micsoda dolog ez, hogy mi fölhozzuk azt, hogy a fasisztákat, és hogy zokon veszük azt, hogy a fasisztákat kitiltották. Erre mondtuk, hogy ne haragudjon meg, mi úgy tudtuk, hogy például Bálint Endre, aki a zsidóságát végig szenvedte és csinálta, ez nem igen volt fasiszta, nem gondolja? Mert ő is ott volt a kiállítottak között. És még sokan mások. Hát, hogy piszkos disznóság, amit akarunk, és mi csak a galántait védjük. Hát ez a párizsi. Aztán a Boldizsár Iván az egészet megpróbálta elkenni, mint egy vajas kenyeret, hogy igen, hát vannak még hibák, elvtársak, de alapjába véve jó irányba mennek a dolgok. Hát ez volt az első ilyen harci emlékem Gyuriról, amikor is hát mi úgy éreztük, hogy nekünk ezt meg kell tenni, tehát nem azért, mert a Gyurit szeretjük, nem azért, hanem azért, mert a dolog megköveteli azt, hogy az ember nyíltan kiálljon bizonyos értékek mellett. Én nagyon nagyra értékeltem az elejétől kezdve az ő tetvágyát, azt, hogy lépni akart előre, csinálni akart valamit, a kreativitásra megállás nélkül búrjánzott belőle, mint a gombamódra nőttek ki az ötletek, a szebbnél szebb műalkotások. És hát akkor elkezdte a bélyegeket csinálni, azaz bélyegekkel foglalkozni. Ott én is csináltam bélyeget, és nagyon tetszett, hogy mindig kitalál valamit. Ez egy olyan plusz az életbe, amit nagyon kevesen tudhatnak magukénak. Hogy akár hogy fejre ejtették, ő abból is kitalált valamit, hogy jó lett. És a Boglári kápolna is végül azzal, hogy beszüntették, nagyobb fényt kapott, mint hogyha nem szüntették volna be. Sokkal nagyobb fényt, és ez nemzetközi fényt is kapott, nem csak magyart. És Magyarországon is mindenki, aki azzal a világgal egy kicsit is szimpatizált, annak, hogy a szíve tényleg fölmelegedett arra a tudatra, hogy volt egy ilyen kápolna, milyen klassz dolgok történtek. A magyar avantgárdnak is van egy mekkája, ahova el lehet zarándokolni. Többek között a Gyuri kapott kasságdíjat, de nem tudott kijönni fölvenni a kasságdíjat. A Gyuri volt az egyike,
a fekete bárányoknak a hivatalosság szemében, akit nem engedtek ki. Akármilyen kértik, hívtuk, vagy úti költség, minden, nem engedték ki. Ez olyannyira ment ez a játék, hogy amikor terveztük azt, hogy a következő magyar műhely találkozóra kit hívjunk meg Magyarországról, akkor összeállítottunk egy olyan 7-8 névből álló csapatot, amiről eleve ezt a minisztériummal kellett egyeztetnünk, hogy kit engednek ki. És eleve tudtuk, hogy a Gyurit nem engedik ki. De a Gyurit mindig rátettük abból a pszichológiai megfontolásból, hogy így a minisztérium is érezhess, hogy kihúz valakit. Ugye egy idő után én minden évben mentem Pestre legalább kétszer. Az egyik első után mindig a Gyuriékhoz vezetett. Úgyhogy... És attól kezdve, hogy rendszeresen jártam Pestre, megváltozott a kapcsolat formája, mert természetesnek tűnt, hogy szevasz, mi van. Tehát nem kellett minden egyes alkalomkor összeszedni a fél évi, vagyis ilyen történteket és azokat előadni. És aztán én a Gyurit nagyon sokszor példaképnek mondtam a többiek előtt. Emlékszem, amikor a Mészáros István először Párizsban megérkezett, mint egy kivett kis kutya, ott állt az ajtónk előtt egy hátizsákkal, és ott eltöltött egy bizonyos időt. Ő is írt verseket, meg képzőművészkedett, meg minden, és én biztattam, hogy öregem, mondja, hogy nem adja ki senki a verses kötetet. Hát mondom, nézd meg, mit csinálnak Galántai, tanulj meg szitázni, vagy szerez valakit, aki tud szitázni, és akkor összeállítjátok a verses kötetetet. Ez ráállt ez az ember, és meg is jelent az első. Hát úgy oldotta meg, hogy összejött egy valamilyen egyetemen, vagy főiskolán tipográfus tanulóval, aki tipográfiát tanult, és az a ketten megbütykölték, és 50 példányba kihoztak egy kis verses kötetet. Na ezt én a Galántai effektusnak neveztem el, de volt ugyanakkor negatív is, egy fiatal ember a feleségével Pécsről jött Párizsba, és ott följöttek hozzám is egy kávéra, és beszélgettünk, és a fiatal ember sopánkodott, hogy a verses kötetét nem adják ki. Már 2 éve ücsül rajta, és hogy hát, és mondom, kérdeztem, hogy hát miért nem tudnád te azt megcsinálni, hogy a apád orvos, mert azt megtudtam, hogy az apja orvos, nem vagytok olyan nagyon szegények, hogy ne bírják kifizetni bizonyos összeget, a papírárát. És hát keres valakit, aki tud citázni, és a két lap, az 2016 oldal, az már 32 oldal, az már egy kis költői könyvecske. Hogy képzelem én azt el, hogy hát neki nem fizet, akkor senki azért. Hát ő neki azért pénz jár, hogy mondom, álljon meg a meneti, itt teljesen más világban élünk. És akkor mindig a Gyurit hoztam fel példának, hogy nézze meg a Gyurit, hogy igyekszik magát segíteni, és a magát segítésből az jön, hogy másokon is segít, méghozzá nagyon sokat. És hát ez a fiatal ember ugye fel volt háborodva, hogy az ő versét úgy kiadni, hogy azért megkapjon pénzt, arról szó se lehet. Úgyhogy ebben maradtunk, és mondtam neki, hogy nézd, de ilyen hozzáállással nehéz költőnek lenni. Emlékszem még a kis Art Bulletről magazinra, annak is nagy híve voltam. Az egyiknek a fedőlapján annak a férfinak az arca van elég is van, bornyú arca, akinél én mindig Pesten laktam. Mert a Bartók Béla úton volt lakás ennek a fiatal embernek, és én ott volt egy ágy, ahol én csövezhettem, hogy a rendes régi kifejezést használjam. És én mindig ott csöveztem, és hát a Gyuriék is néha feljöttek, meg fényképeztek, és a havert is lefényképezték, akinél laktam. És valahogy olyan sikerült egy olyan fényképet csinálni, ami olyan, hogy is mondjam, nem kimondottan illik a témához, mármint hogy a képzőművészeti szavizdat laphoz, inkább egy krumpli erő versenygyőztese lehetett volna.
De ő ezt, hogy mondjam, pozitívan könyvelte el, hogy fölkerült az AR címlapjára. És hát az is számomra mindig egy nagyon, nagyon fontos példa volt, hogy a Gyuri azt csinálta, és én is vettem belőle többet. Kaptam volna, kaptam is, de vettem is, mert úgy gondoltam, hogy azt meg kell csinálni, hogy vesz az ember.